Tisztességes választásokat szeretnék Szerbiában, és miután az elmúlt időszakban nagyon világos jelek mutatkoztak mind a sajtószabadság, mind az emberi jogok védelmében, két héttel ezelőtt három darab demokrata párti politikus támadtak meg, én úgy gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy az EBSZ-nek a jelenlétét kellett kérjük ahhoz, hogy most a tisztabb választásokra megfőződjön. Az Európai Szocialista Párt szervezett elnökként természetesen kiemelten fontosnak tartom a nők helyzetét. Az egyetlen párt, Gordana Tomic, ugye alelnök asszony itt van velünk, az, aki valóban komolyan vett a nők helyzetét. Maga a párt is, ugye az ötből három alelnök nővel dolgozik, és az, ami egyáltalán a nők szempontjából javulás volt elérhető, az mind hozzájuk köthető. Tehát szerintem, ami most a legfontosabb az, hogy végigjárom itt a településeket, szeretnék találkozni nagyon sok itt élővel, természetesen sok magyarral, én mondhatni szerbiai gyökerekkel rendelkezem, hiszen nagyapám Kikinda mellett született, tehát fontos az, hogy ezzel szállal kötődjek. Nekem ő azt tanította meg, hogy a régió közötti együttműködés, a párbeszéd rendkívül módon fontos, és természetesen a demokráciának a mértéke az, hogy milyen helyzetben vannak egyéb országban a nők. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar kormányzat 50 milliárddal támogat önöket, csak nem látom sehol azt, hogy ez a nőknek és a szerbiában élő nőknek is jó. Tehát egy olyan miniszterelnök, aki benben van abban 9 országban a 200 közül, ahol nincsen egyáltalán női miniszter, az nagyon nehezen tudja a nőket képviselni. A Közép-Kelet-Európai Esélyegyenlőség hálózatnak a tagja vagyok közel 20 éve, ebben a hálózatban nőttem fel, ilyen régiónak hálózat, ez azt jelenti, hogy Gordanával hosszú évek óta dolgozunk együtt, tehát ez azt jelenti, hogy nekem nagyon sok magyar és szerb baloldali barátunk van, aki folyamatosan tájékoztat arról, milyen helyzetben vannak itt a nők. Tehát ennek megfelelően, hogyha megnézzük például a nők elleni erőszak ügyét, hát ebben nagyon rosszul áll Szerbia, ma 10% a nőknek az, aki bemeri egyáltalán valami egy erőszakban. Hiába hoz meg az aktuális kormányzat bármilyen jó kérdés, hogyha nem képesek az együttműködés és nem képesek az áldozatot megvédeni, hát ez ügyben bőven van teendő. Parlamenti képviseletben, illetve a nők jelentősebb képviseletében én úgy gondolom, hogy történt előrelépés az elmúlt időszakban, de attól még nagyon messze vagyunk, hogy mint Európa, vagy az európai szocialisták, hogy 45%-ban vannak ott a nők a parlamentben, de azt szerintem egy nagyon fontos jelzés, hogy a párt alelnöke, Gordana Tomic, ugye a parlament alelnöke, tehát pontosan látja azt, hogy bizony bőven van még teendő. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltam, hogy a jobboldali pártok közül is egyre inkább választottak ki képviselőket, de mindenképpen én azt gondolom, hogy egy olyan munka, amit a lehet közösen harcolni, az egyedül munkáért egyenlőbbért. Ez drámai, de ez nem csak itt drámai, hanem Magyarországon is, ahol gyakorlatilag nem tekintik partnerek a nőket, és ezt tartom egyébként a demokratikus pártnál a legfontosabban, hogy a partnerség nő és férfi között az alapja az igazi demokrácia. What kind position about equality and independent women from Southeast Europe and West Balkan have today, and who can give equality and independence? I think it's a very complex question that you asked. First of all, I believe in equality. I think further, I believe in gender equality, and for me, it is crucial that Serbia joins from the European Union because we achieve a better equality, a better life for women. I think it's a type of precondition. Just to see the current government, how much they did not do for women, it's not enough that you just have legislation, you have to do the proper implementation as well. I'm lucky to work in the region for more than 20 years with my great sister. Gordana knows that the C Network for Gender Issues is an organization who really try to help women in the region, so this is not by chance that the Democratic Party has so many fantastic women candidates as you see all around. These women are not only active and doing campaign, these women has key position in the Democratic Party as well. I don't see any further party in your beautiful country than the Democratic Party, who choose 3 vice president out of 5, and the vice chair of the parliament is also a woman. So I would say to achieve equality, it depends on the party. So the party leadership believes in that women are equally treated than men.
anywhere on the field, that is important. Of course, what is very difficult to achieve reconciliation of the family and work. What is the precondition? You need to get proper nursery, you need proper kindergarten. And what I would say that if you compare the women in the European Union and here, violence against women, 10% in this country just dare to talk about the violence. So we are very far away just to have an open discussion why we have violence in a country. That is the first. The second, but is also crucial, when you have an election, you need a proper and fair election. And the reason why I am also here, just to make sure it happens. This is not by chance that OSCE is coming to observe the election. For me, it is unacceptable that there is no press freedom politicians in opposition, like 2 weeks ago, three of the Democratic Party member of parliament, the group leader, a woman, was attacked. So it is unacceptable. If you want to talk, if you want to have proper and fair elections, you really need to play with the proper rules in the country. I'm a bit worried that I was very unhappy that Orbán, my own prime minister, tried to interfere. I really hope and I really believe that your nation is wise enough to decide to go on vote and to decide. My question was, if it's true that the Hungarian government gave 50 billion for you, but Orbán never consulted with us, how could you change women's lives in the region? Because this is only a public relation action, you know, that he came home and we. And another message, very clear message for our Minister of Foreign Affairs, he cannot interfere. He cannot interfere. Because it is crucial that you personally decide who you vote for. He cannot tell you that you should vote for this, you should vote for that. But I am here to make sure that people go on vote and they should be properly clear who are the candidates. But if you see the media, the opposition party has got only 29% media coverage. What type of equality of chances you talk about the country? So this is not by chance that we have observation in this country. And I really hope that people are not brainwashed, like Orbán tried to brainwash the Hungarian nation to go and vote and do a proper election. Thank you so much. Demokratska stranka danas u Subotici, u Bačkoj Topoli, u Kikindi, u Čoki, u Kanjiži, uz pomoć i podršku Partije Evropskih socijalista i Zite Gurmaj, koja je zagovornica vladavine prava, prava slobode izbora, prava jednakosti među ženama i muškarcima i bori se, otkad zna za sebe, da u našem regionu bude fair, slobodnih i demokratskih izbora. Na naš poziv i na njenu sugestiju danas zajedno obilazimo ove opštine sa jasnom porukom i njene lično i Partije Evropskih socijalista da izbori moraju da budu fair, demokratski i pošteni i da ljudi mogu slobodno da izraze svoj stav na izborima 24. aprila. Demokratska stranka traži, predlaže, zahteva da se na izbore izađe, a kad već izlazite na izbore, onda da zaokružite broj 2 na republičkom nivou i broj 2 na subotičkom nivou, jer su tamo ljudi koji će vas čuvati glas, koji vas neće obrukati, koji će s poštovanjem i uvažavanjem doći i pre izbora i posle izbora da vas pitaju radimo li dobro. O tome su ovi izbori, da nas više ne lažu, da nas više ne falsifikuju diplome, da nam ne falsifikuju medijske izveštaje, da ne lažu i da misle da im verujemo, nego da tražimo zajedno sa građanima Srbije odgovornost za one što rade. Za pokrajinu Vojvodinu takođe broj 2 i takođe Demokratska stranka. Mi smo s vama zato što je vaš glas sa nama siguran. Koliko je uticaj, kakav je uticaj zapravo žena Skupštini Srbije, generalno u politici Srbije? Nedovoljan. Žene imaju znanja, imaju veštine, ali imaju manje šanse da zaista budu u politici na onom mestu gde mogu da daju najbolje i najviše od sebe. Mi se borimo i Zita Gurmaj ima čitavu istoriju uspeha u predlaganju društvu da podržimo žene zato što su one dobre za politiku. Politika je posao koji je briga o drugima. Mi u našoj ženskoj školi života smo učene da brižemo o drugima i sve što treba da uradimo je svoje znanje i veštine izjednačimo sa boljim šansama da pokažemo kako se odgovorno upravlja javnim poslovima, kako se brine o ženskom zdravlju, o ženskom poslu i o ženskim slobodama. To je Demokratska stranka. Zato na izboru.
Koliko ženske mreže mogu popraviti situaciju, pogotovo saradnja između ženskih unija, foruma, unutar međustranačkih, pardon? Demokratska stranka je bila inicijator i bila promoter i radila na stvaranju ženskog dijaloga, prvo ženskog dijaloga među različitim strankama. Nikad to nije bilo lako. Ni 2002. i 2003. da uključimo žene iz Socijalističke partije Srbije, ni 2007. da uključimo žene iz Srpske radikalne stranke, ni 2008. ili 2012. da uključimo žene iz iste te stranke koja se sad zove Srpska napredna stranka, ali bez dijaloga ne može. Naša saradnja je zasnovana na onome što politika treba da bude. Da nađemo teme koje su preko stranačkih taraba, preko partijskog neznanja, partijskih sujeta i partijskog nečinjenja kada je uloga žene u pitanju. Odatle ženska parlamentarna mreža u Skupštini Srbije, odatle u Skupštini Vojvodine, odatle u gradovima. Demokratska stranka nudi ruku saradnje za poboljšanje položaja žene svim strankama, odakle god da su i kakav god ideološki predznak da nose. Zato što smatramo da žene koje sarađuju mogu da umanje štetu koju nasilan jezik u politici donosi, koju kratkoročni marketinški potezi koje muškarci imaju u politici donosi i koje laži u politiku donose. Mi nosimo život. U životu nema laži. Ima istine za koje se morate boriti koliko god nekad teško bilo. To je naša ideja o ženskoj saradnji i gde god pogledate unatrag i nađete da je nešto urađeno na ženskim pitanjima, naći ćete nekog iz Demokratske stranke. Nije to mali ponos i zato kažemo, evo to smo uradili, tražimo od tebe ženo da izađeš na izbore i da ženskim, zvonkim, jasnim glasom kažeš hoću da živim normalno, hoću da živim sam. And don't forget, because I understand what you say, because women are transforming politics, and that is the way that the Democratic Party is doing. Yeah. That's why our cooperation for long years was how to transfer politics with women voice. And that's why we need fantastic women candidates who can pass the message that we want people. Exactly. When you are one woman entering politics, then you have to change yourself. You have to change everything what you were taught throughout the years before stepping in political arena. But once you're in, and when you realize that you need to call on, to motivate more women, then when thousands of women enter politics, we change politics. And politics in Serbia should be changed. That's why Zita and I are campaigning together, whether it's election or not. Osmeh, dvojka.